katona és a textilgyártás úgy összefonódott, mint például Szekszárd és a Bod, vagy Bogyiszló és a Paprika. Sok ezen köszönhették megélhetésüket a selyemnek vagy a ruhaanyagok készítésének, manapság pedig az ipari szövetek előállításának. Az itt készült termékek mindig keresettek voltak a világban, és ez nem változott ma sem. Olyannyira nem, hogy igaz már nem sok ezer, de 200-nál is több embernek biztosítja a megélhetést. A tolnai ipari szöveteket előállító cég termékei iránti keresletet az is jelzi, hogy újabb építkezésbe, bővítésbe kezdtek a város határában, melyhez a kormányzat a nagyvállalatokat támogató pályázati alapjából 380 millió forint támogatást nyújtott. A cégvezetés másfél-két éve meghatározta a következő 10 esztendő stratégiáját, ennek része ez a beruházás is. És ezeket a stratégiai célokat úgy tudjuk csak megvalósítani, hogy egy jelentős beruházás csomagot teszünk mellé. Ez a beruházás csomag, ez egy közel 2,1 milliárd forint értékű beruházást jelent. Ennek keretein belül a Tolnatex BT2 számú telephelyén épülni fog egy 3500 négyzetméteres üzemcsarnok, illetve egyéb gépi és eszközberuházásokat fogunk végrehajtani a központi gyártöletünkön az egyes számú telephelyen. Dolgozói létszámban ez körülbelül egy 10-12 fő többlet létszámot fog jelenteni, ugyanis a beruházás keretein belül olyan 21. századi modern technológiával ellátott gépeket, eszközöket fogunk beszerezni, aminek azért az élő munkaigénye viszonylag alacsony. Az iparágra jellemző, hogy az élő munka igény visszaszorult. De Tolna speciális abból a szempontból, hogy a gyártmányok között számos olyan van, amely igényli az emberi kéz beavatkozását. Jelenleg mintegy 240 főt foglalkoztat egyébként a Tolnatex BT, ennek a beruházásnak a lezártával pedig durva nem 250-255 fő lesz az alkalmazotti létszámunk várhatóan. Jelentős része helyi lakos, természetesen az a környező településekről, a környező agglomerációból is járnak be kollégák, de alapvetően Tolna, Bogyiszló, Fad, Fácánkert, illetve itt a szűkebb régión belül jönnek a kollégák. A cég és a város viszonya példaértékű, mondja Horváth Róbert. Az utóbbi években sok olyan beruházás rendezvény volt, amelyhez szívesen nyújtottak segítőkezet, hiszen ebben a közegben élnek, így kötelezettségüknek érzik a város fejlődésének elősegítését. Tolna pedig, mondja az ügyvezető, jó telephely. Tolna mindig is nagy hagyományokkal bírt a textilgyártás, illetve a textilipar területén. Nagyon sok olyan kollégánk és munkatársunk van, aki már több mint 25-30-35 éve dolgozik a gyárban, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó perspektíva a jövőt tekintve is. Egyre több fiatal kollégánk van, ugyan textilipari szakképzés nincs már Magyarországon, tehát a kollégákat igyekszünk saját magunk képezni, illetve betanítani bizonyos munkafolyamatokra, de én úgy gondolom, hogy miután már több mint 120 éve itt van a cég Tolnán, még egy nagyon szép időszak előtt állunk, pláne ezekkel a beruházásokkal. Mi a termelésünk több mint 90%-át azt exportpiacokon értékesítjük, és így minden 10%-át a belföldi piacon, és miután itt vagyunk, fejlődünk, és évről évre tudjuk növelni az értékesített mennyiségünket, az árbevételünket, úgy gondolom, hogy igen, versenyképesek tudunk lenni. A most még csak tartó szerkezetében látható üzemcsarnok és a technológiai berendezések beüzemelése, szóval az egész projekt várhatóan másfél éve tölel fel. Maga az üzemcsarnok az várhatóan 2022. szeptember 30-án átadásra kerül, és természetesen az építési fázis alatt fognak érkezni már a gépek berendezése. Én úgy gondolom, hogy ez év végére már itt egy termelés működő üzemet fognak látni a tolnaiak.